Megnyerte a 10.000 dollár öszdíjazású fallabda Perzsőből kupát Iránban, kis szigetén mák a magyar bajnok és élversenyző, aki a világranglista 74. helyén álló franciát győzte le a döntőben, imígyen alig, hanem ő is a 60-asok közé ugrott előre. Számolgassunk is a beszámolóval együtt, Krajcsárkák, fallabdázóval ő a vendég, jó reggelt kívánok, már! Ez volt a 9. torna győzelmed. Így van. Van ez... rangsor fontosság szempontjából? Fontosság szempontjából nem, mert pont 10 dollárosok voltak főként, amiket eddig megnyertem. Szeretnék nyilván tovább lépni, hogy magasabb összdiazásra is ott is nagy győzelmet nyerni, de eddig ugyanolyan volt ez is, mint a többi. Ilyenkor 10 dolláros címletbe kapod a nyereséget, vagy pedig tudnak fölváltani. A, a viccet félretéve az özdiazás, mert ilyenkor mennyit kap a győztes? Ilyenkor 25 a 25 a, a győztesé. Na most ez mondhatjuk azt, hogy egy kicsit különös vagy különleges helyszínen volt, Iránban nem minden nap jut el az ember. Mennyire népszerű ott a fallabda, mit láttál a torna alapján? Egy 15 évvel ezelőtt indult ott a, ott a fallabda, viszont mivel nagy országról beszélünk, elég nagy sport támogatottsága van, így most ráálltak eléggé a fallabdára, több versenyt is rendeznek az év során. Egyébként most is pont Teheránban megy egy, egy 5000 dollár előző tehát egy eléggé kicsi torna de főjövőben vannak. A szövetségkapitányok kapitányok egy egykori top 10-es játékos, aki a, az egész iráni squast most kezelésbe vette, úgyhogy mindenképpen egy főjövő nemzetről beszélünk. Hát ugye ostoba politikai szlogennel a gonosz birodalmának szokták egyesek hívni. Te mit láttál, ugye nem Teheránban volt ez a verseny, hanem a Hormuzi szorosba egy szigeten, ez egy régi hagyományos kereskedő város és vidék. Torna, színvonal, körülmények, milyennek mondható? Abszolút nyugalom van, teljesen barátságosak az emberek, olyan, mint egy kis üdülősziget, mint egy, egy görög kis szigethez tudnám hasonlítani, tisztaságban, rend van, biztonság van. És abszolút azt, amit az emberek itthon hallanak, azt én ott nem érzékeltem. Egy ilyen versenyre te meghívás alapján mész, vagy te válogatod ki a lehetőségek közül, hogy melyik kell lépsz föl az évben, és milyen versenyekre mész? Így van, én választom ki, van egy, van egy éves versenynaptár, amit online tudunk követni, a, a, a tagok, a Professional Squash Association-nek a tagjai ez alapján választom ki a versenyeket, egyébként előtte való héten voltam Kuwaitba egy versenyen, és a kettő eléggé csatlakozott, elég közel volt egymáshoz, ezért választottam ezt a két versenyt. Uh -huh. Tehát oh, igazából csinálsz magadnak egy, egy éves útirányt is, hogy úgy mondjam, igaz? Így van, amit körülbelül egy három hónapra tudok folyamatosan előre tervezni, uh, igen. Uh -huh. No, ennek a, ennek a tornának a döntője, mint ahogy erre már tettem utalást, a francia Perin elleni győzelmeddel, ez jelentős javulást hozhat neked a világranglistán. Természetesen ez 175 pontszám volt, a mostani átlagom 80 körül van, úgyhogy több mint megduplázni tudtam ezzel az átlagpontszámot, ami legalább egy 10 helyet, de jó esetben 15 helyet is jelentett a világranglistán, valamint holnap utazom Londonba, hogyha ott sikerül jól teljesítenem, akkor úgy várom, hogy egy másik 125 pont környékén tudjak szerezni. Az tehát is egy 10 Az egy 50 ezeres, tehát ez uh -huh. egy jó magasabb verseny, ahol egyébként a világ első is elindul, úgyhogy ott azért jóval nehezebb dolgom lesz hasonló eredményt elérni, de a célom az lenne, hogy a, ebbe a hónapban egy 300 pontot tudjak összegyűjteni, és akkor újra az 50 ember lennék a világon is. Ha merészebb terveket is nézünk, akkor ennek a szezonnak, ennek az évnek a végére mivel lennél igazán elégedett? Ha Mindenképp a, a 30-szal, ugye 37 volt eddig a legjobb helyezésem, tavaly végén sajnos három betegségem is volt, nem volt semmi komolyabb, de megfázások, amik hátráltattak abból, hogy a pontszámot megvédjem, emiatt csúsztam vissza, ezt a helyezésemet szeretném mindenképp megdönteni idén. Közben, hogy Iránról haza is jöjjünk, az események tovább zajlottak, mert hogy már itthon is volt verseny, csapatverseny, igaz? Igen, most tegnap ért véget az idei országos csapatbajnokság, amit az Alba török Egyesületen lejátszottuk a döntőt és mindössze két ponttal tudtunk nyerni a négy meccs alatt, amit a legkielezettebbnek számít. Magyarországon, ha bármilyen döntő van, akkor abban a krajcsák meg a török szó mindig szerepel. <laughs> és a te szerencsédre a magasabb pontszám mindig a te oldaladon áll az utóbbi években. Már. Igen, egyéniben mindenképpen, most csapatban abszolút a szerencsének köszönhető, hogy győzni tudtunk. De miért? Ennyire erős is kiegyensúlyozott a legalábbis a két top csapat? Ő, ők azért voltak ennyire kiegyensúlyozottak, mert az osztrák is. a az osztrák bajnok és a cseh válogatott srác is erősítette az ő csapatukat. Nálunk külföldi játékos egyedül az itt edzősködő Deren Remzi volt, így, hogy mondjam, előnybe voltak papíron velünk szemben, de sikerült legyőzni őket. Azt is érdemes elmondani most rólat frissen, hogy hát nem csak a pályán teszed a dolgodat, hanem a szövetségben is. Igen, jelen pillanatban. Pont egy héttel ezelőtt volt egy választás, egy tisztügyítő közgyűlés a Szövetségen belül, amelyet Velez Balázs Bednár László lennében nyert meg, mint elnök, és a Balázs csapatába vagy, vagyok én is, tehát így elnökségi tag lettem, így kiemelt szerepet vállalok a szkos népszerűsítésében így most már sportpolitikai útpályán is. Hát eddig is csináltad, csak akkor most már a szövetség kereteik. Most közötted. már a szövetség támogatásával együtt így van, így azért jóval több lehetőségem lesz nekem is. Ez azt jelenti, hogy van neked a, a profi életed, hogy járod a világot ezeken a tornákon, és van mellette a lelkes szövetségi faladon népszerűsítő életed, amivel viszont járni fogod továbbra is Magyarországot. és a gyerekeket próbálod rávenni arra, hogy ezt a sportot válasszák. Így van, emellett egyébként kiemelt célunk az, hogy nemzetközi versenyeket itthon is rendezzünk, Hasonló összdíjazású, amit most sikerült megnyerjek, így egy kicsit föllendülni itt a, a nemzetközi, az a nemzetközi élete is. Mit gondolsz egy ilyen közepes, de már komoly verseny, amilyen most voltál egy ilyen tízezes összdíjazású, szóval ilyet Magyarországra mikorra lehetne először idehozni? Szerintem idén még nem, de jövőre már jó esély van rá, és ez egy célja is a szövetségnek. Jelenleg is folynak a tárgyalások, üvegpályát szeretnénk Magyarország számára, és ezeket külső helyszíneken felállítani, lehetőleg kis, kisvárosok főterein, vagy akár Budapesten felállítani ezt a pályát, és úgy népszerűsíteni az kost, valamint az itthoni utánpótlásnak és az éljátékosoknak nemzetközi versenyt szeretnénk biztosítani. Tehát akkor jövőre. Addig ha, várhatóan, igen. Addig is kellemes és eredményes versenyzés, és követni fogjuk ezt a, ezt a harcba vezető útadat, így legyen. Köszönöm, Köszönöm szó, szépen. Porta.